Köszöntök minden kedves tévénézőt! Stúdiónk mai vendége dr. Pintér Zoltán Árpád, történész, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanára, az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió stúdiójában, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll és elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket, és én köszönöm a lehetőséget az interjúra. Beszéljünk néhány szóban a hivatásáról. Mióta középiskolai tanár, és milyen tantárgyakat oktat? Igen, egyébként végső soron engem a városközösség elsősorban tanárként ismer, bár nyilván már az emberek ugye 4 év alatt megszokták, hogy képviselő is vagyok, és bár azt mondhatnám, hogy pályakezdő vagyok, de sajnos ezt 13 évvel ezelőtt mondhattam el utoljára önmagamról, hiszen 2011. szeptemberében álltam állásba egyébként a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumba. Azóta most már ugye néhány hónap hiány 13 éve oktatok ott, és ugye ez számomra nagyon sok szép emléket is jelent, de egyben azt is jelenti, hogy azért már jó pár generációt, rengeteg karcagi fiatalt segítettem hozzá, akár a középszintű, akár az emelt szintű érettségihez. Ugye a kérdésre válaszolva többnyire történelmet, tehát az óráim nagy része történelem óra, de egyébként földrajzszakos képesítésem is van, tehát történelem földrajzszakos tanárként dolgozom. Nyilván részt veszek egyébként a gimnáziumban az olyan egyéb feladatokban, ami lényegében ránk hárul, tehát ugye most a harmadik osztályomnak vagyok már az osztályfőnöke. Mivel a Karcagi Nagykun Református Gimnázium a Debrecen Egyetem Tanárképzési Központjának vidéki gyakorlóbázisa, ezért most már részt veszek az egyetemi hallgatók, tehát a fiatal tanároknak a pályára állításában, ugye gyakorló tanítványom is van most már a gimnáziumban, illetve bármilyen más feladatban, a tehetséggondozásban, versenyeztetésben, és hát ugye összefoglalva ez egy nagyon szép, dinamikus 13 év volt, nagyon sok szép eredménnyel, tehát tényleg kiváló diákjaink vannak, és nagyon bízom benne, hogy még jó pár évig lesz lehetőségem művelni ezt a pályát, ezt a hivatást. Ugye a felvezetőben elhangzott, hogy ön történelemkutató is. Ezen a területen jelenleg milyen aktualitások vannak a pályáján? Végső soron ez is közismert rólam, hogy nagyon-nagyon rajongok, nem csak túlzás, hogy rajongok, igazából elkötelezetten kutatom Karcagváros történetét, elsősorban ugye olyan területekben, olyan korszakokra álltam rá, ami kevésbé volt kutatott és kevésbé volt jól dokumentált, vagy már azóta ugye a forráskritikai alapon meghaladott kutatásokat lehet végezni. Ugye én 2016-ban a tanítás, tehát a tanári főállásom mellett szereztem a Debrecen Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája történelmi doktori programjában PhD tudományos fokozatot. Azelőtt is és azután is nagy elánnal kutatok. Eredeti kutatási területem egyébként a 20. századi Karcag, tehát a két világháború időszaka és annak hátország történeti hatásai Karcagra, de emellett egyébként most már a korábbi időszakkal, tehát a redemció időszakával, vagy a 18. századi Karcaggal is foglalkozok. Ugye nagyon sokan például azt tudhatják, hogy idén 300 éve született Fabrici Kovács Mihály élettörténetének feltárója vagy kutatója is vagyok. Tulajdonképpen eredményeim ezekhez a területekhez kötődnek, és ugye nyilván ilyenkor azt illik elsorolni, mik az aktualitások, amellett, hogy én rendszeresen publikálok és rendszeresen adok elő konferenciákon. Ugye idén az élére álltam egy kezdeményezésnek, az úgynevezett Kovács 300 nevű programnak, amely ugye, ahogy a neve is utal rá, Fabrici Kovács Mihály születése 300. évfordulójára kíván egy nagyon méltó emlékévet állítani. Ennek most már, hál' Istennek, nem az előkészületében, hanem ugye a célegyenesében vagyunk. Ugye május 10-én pénteken várható egy nagy évű központi ünnepség Karcagon, nagyon neves, rangos szónokkal, bélyek bemutatóval, zenemű debütálásával, tehát egy úgynevezett kovácsinduló debütálásával, de ősszel, szeptember 23-án Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács kutatóintézetével karöltve egy nemzetközi konferenciát szervezünk amerikai emigráció témában. Az egyik legrangosabb országszerte olvasott történelmi szakfolyóiratban várható, hogy külön szám jelenik meg a magyar emigráció történetéről, és várhatóan én is Fabrici Kovács Mihály témában fogok benne publikálni. Ugye pár évvel ezelőtt két nyelvű kötetet adtunk ki, azt igyekszünk egyébként most országon belül és határainkon kívül is népszerűsíteni, hiszen angol nyelven is
megjelent a kötet, tehát a nemzetközi közvélemény is tudja kutatni, de a Kovács Mihály rendezvénysorozat mellett azért én a 20. századi karcaggal is foglalkozok, hiszen az a, hogy is fogalmazok, a szívem csücske. Tavaly ősszel egy konferenciát rendeztem a két világháború közötti közélet témában. Ennek az akkori előadók most már szépen lassan beküldték, vagy beküldik a egyes konferencia előadásokhoz kötődő tanulmányait, amelyből éppen tanulmánykötetet szerkeztek. Aztán új konferenciaanyagot állítok elő őszre, illetve hát bár időm lenne rá, de szerintem a nyáron tudok vele majd ismét leghamarabb foglalkozni, de elkezdtem én már évekkel ezelőtt egy új kötet megírását is. A szakmai anyag megvan rá, a levéltári anyag helyel közel összeállt, bár sosem mondhatja azt egy kutató, hogy minden anyag megvan, hiszen folyamatosan bővíthetők a források, és most már csak meg kellene írni. Ehhez igazából a nap 24 órájából kéne valamikor időpontot találnom, amikor tudok ezzel foglalkozni. Most így nyilván az iskola időszak mellett ez kimondottan nehéz, de talán az érettségig után több időt tudok rá szentelni, és akkor úgy gondolom, hogy hát, hogyha egy vagy őszre, valószínűbb, hogy a jövő évre egy új kötetet is tudok publikálni, annak a témájáról majd esetleg egy külön riportban szívesen mesélek. Történészként és középiskolai tanárként hogyan lett ön képviselő? Hát ez egy kimondottan nehéz és szomorú kérdés, sőt én azt mondom, hogy talán a képviselőtestületben én kakuktojásnak számítok bizonyos értelemben, kakuktojásnak számítok abban az értelemben, hogy én tudatosan nem készültem képviselői pályára, sőt, amikor a legutóbbi önkormányzati választásokon 2019-ben felállt ez a testület, ez a jelenleg is hatályban lévő képviselőtestület, én nem készültem politikai pályára, bár figyelemmel kísértem ugye a választásokat, mint karcagi polgár, de én nagyon jól éreztem magam egyébként tanárként. És aztán ugye sajnos mindannyian tudjuk, hogy történt Karcagon 2020 nyarán egy tragédia. 2020. június 13-án Karcag akkor hivatalban lévő polgármestere és az 5-ös számú egyéni választókerület képviselője, Dobos László, egyébként egykori tanárom, Dobos László polgármester úr elhunyt, ugye hivatali ideje kitöltése közben elhunyt, súlyos betegségben egyébként. Nem olyan nagy titok, hogy valamivel korábban ő megkeresett engem egy ötlettel, észrevétellel, hogy majd egyszer, hangsúlyozottan egyszer valamikor a választókerületben képviselőként lépjek az örökébe, de akkor ott annyiban maradtunk, és szerintem sem polgármester úr, sem én nem gondoltuk, hogy ennyire hirtelen és ennyire tényleg tragikus körülmények között kell majd az örökébe lépni. Ez sajnos így történt, ugye ember tervez, Isten végez. 2020. szeptember végén időközi választáson jutottam be a testületbe, pont akkor, amikor ugye Szepesi Tibor polgármester úr is átvette ugye a város irányítását. És nem volt egy egyszerű időszak, hiszen az időszak kezdetére esett éppen ennek a Covid-járványnak. Hál' Istennek már múlt időben beszéltünk róla, ennek a Covid-járványnak a mélypontja. Tehát rögtön a mély vízbe kerültem, ugye a gyakorlott profi képviselők is lehetetlen helyzetben voltak akkor. Hál' Istennek ez a járvány véget ért, és én úgy gondolom, hogy azóta már beletanultam a képviselői feladatkörbe, de így lettem képviselő. Tehát egy 4 éves ciklust töltöttem ki az 5-ből. Mennyire fontos területe ez az életének? Meghatározó. Tehát ezt nem lehet félgőzzel csinálni. Ugye egy olyan választókerület élén állok, ami nyilván arányosan a másik 7 városi választókerülettel 2000 főt fog magába, ugye helyjel közel valamivel több mint 2000 főt, borzasztó mennyiségű közterületet, rengeteg kulturális intézményt, oktatási nevelési intézményt, rengeteg közfeladatot, tehát ezt nem lehet félgőzzel csinálni. Nyilvánvalóan ez azt jelenti egyébként, hogy a főállásom mellett, tehát a tanári főállásom mellett nekem erre folyamatosan koncentrálnom kell, kitölti az életemet, ugyanakkor végső soron jó érzés segíteni. Jó érzést tenni ezért a városért. Korábban én tanárként dolgoztam ennek a városnak a művelődéséért, most pedig képviselőként is dolgozhatok ennek a városnak a fejlesztéséért, helyzetének javításáért. Megtisztelő volt a választók bizalma 2020-ban, és bízom benne, hogy látják az eredményeket, látják azt, hogy van értelme a munkámnak, ahogy a többi képviselőtársam és polgármester úr munkájának is, és reméljük, hogy majd a jövendőben felruháznak ennek a folytatási jogával is. Jelenleg mely bizottságok munkájában vesz részt?
ugye 2020. szeptember végén kerültem be a testületbe, és ha jól emlékszem, a 2020. októberi rendes képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület egésze, tehát ugye pártoktól függetlenül egyhangulag döntött úgy, hogy én legyek az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke. Ugye ezt mi az önkormányzatnál röviden OKSB-nek hívjuk. Nem véletlenül nagyon hosszú neve van a bizottságnak. Az OKSB elnökségét egyébként éppen Szemesi Tibor polgármester úrtól örököltem meg, ugye nyilván nagy feladat volt ez számomra. De úgy gondolom, hogy az érdeklődésem, a foglalkozásom, hivatásom, a ifjúságpolitika terén való elképzeléseim, azok predesztinálnak arra, hogy ezt jól csináljam. Igyekszem is egyébként jól csinálni. A Oktatási Bizottságban végzett munkámat természetesen kiegészíti az, hogy az önkormányzat részéről komoly szakmai háttér támogatást kapok, és ugye nyilván a bizottságomban lévő tagok közös munkájának eredményeként már sok mindent fel tudunk mutatni. De egyébként az OKSB mellett, ahol ugye elnöki teendőket látok el, tagja vagyok az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottságnak. Ez a bizottság alapvetően a városban működő társadalmi szervezetek, civil szervezetek, illetve a testvérvárosokkal való kapcsolatépítésben jeleskedik. Nyilvánvalóan én fiatal, próbálom azt mondani, hogy világlátott emberként mind a városban működő egyesületek, hiszen egyesületi elnök is vagyok, illetve a testvérvárosok irányába próbálom a kapcsolatot tovább építeni, tehát méltán képviselni Karcagot, illetve lehetőségeimhez mérten, hiszen tagja vagyok még két bizottságnak, a Szociális és Egészségügyi Bizottságban, illetve a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságban is próbálom hasznosan pozícionálni magam. Mivel foglalkozik pontosan az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság? Nagyon nehéz ezt egyébként összefoglalni, mert az OKSB, tehát az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az egyik legnagyobb ügyszámmal dolgozó bizottság a város életében, nem véletlenül. Ugye az OKSB tulajdonképpen az önkormányzat által átruházott jogkör gyakorolva bizonyos fenntartói feladatokat gyakorol azon városi működésben álló kulturális, illetve oktatási és nevelési intézményi háló felett, amely ugye mind finanszírozásában, mind szervezetileg a önkormányzat része. Tulajdonképpen a Madarász Imre Egyesített Óvoda 8 telephelyének ügyes-bajos dolgait, pályázatait, közhíreléseit, aktuális a tanévhez kötődő feladatait mi felügyeljük. Felügyeljük a városban működő egyéb kulturális közintézmények működését. Minden olyan pályázat, amely a város, tehát az önkormányzat nevében kerül beadásra, de ifjúságpolitikához, oktatásügyhöz, a sportélethez vagy a kultúrához tartozik, magyarán szinte minden pályázat, az az OKSB-n keresztül fut át, ugye ezt véleményeznünk kell és kiértékelnünk kell, hogy mik a lehetőségeink ennek a pályázatnak a beadása kapcsán, és egyéb feladatokat is ellátunk, ugye a diák önkormányzattal való kapcsolattartás, meg tényleg rengeteg minden, úgyhogy rendre egyébként havonta egyszer van ülésünk, de nagyon sok esetben a havi egy ülés nem elég, ezt a bizottsági tagok meg az önkormányzat munkatársai pontosan tudják, tehát nagyon kimondottan hosszú ülések vannak. Én azért itt megragadnám a szót annyiban, hogy egy bizottsági elnök a bizottsága és az önkormányzat munkatársai nélkül nem sokat ér. Nyilván ez egy közös munka. Hálásan köszönöm az elmúlt időszakban mind az önkormányzat munkatársai, mind pedig a bizottságom tagjai által végzett közös munkát, hiszen ennek így van értelme, és így hatékony. Nézzük magát a körzetet. Hol helyezkedik el a város melyik részén, illetve milyen paraméterek jellemzik? Igen, a Karcagváros 5-ös számú egyéni választókörzete az igazából egy nagyon érdekesen elhelyezkedő földrajzi értelemben érdekesen elhelyezkedő körzet, ugyanis nem a földrajzi rendező elv alapján hozták létre, hanem ugye a népességbeli arányosság alapján lett kialakítva. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon hosszú kelet-nyugati tájolású körzetről van szó. A körzetemnek a Karcagváros keleti pereme adja az egyik határát, és ugye a katolikus város a Püspökladányi út és az Ady Endre utca mentén és azoknak a mellékutcáiban húzódik a körzetemnek az egyik része. Begyűrűzik a körzet a városközpontba, magába foglalja a városközpont egy részét, és a nyugat irányában egy ilyen hosszanti tengely mentén tovább gyűrűzik egészen a Kisújszállási úton, közel a Deák körútig. És nyilván ott a mellékutcák ugyanúgy értendőek, tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen hosszú lapos körzet van. Ez egyébként akkor lenne nyilvánvaló, ha térképen ábrázolnám, hogy egy ilyen nagyon hosszú kelet-nyugati tájolású körzet van rám bízva, amelynek talán az a kihívása,
vagy különlegessége, hogy egészen más megközelítést, egészen más figyelmet érdemel mondjuk az egyes kis utcák közterületi helyzete, meg a városközpontban lévő számos közintézmény közterületi helyzete, tehát teljesen más képviselői attitűdöt igényel, úgyhogy egyensúlyozni kell folyamatosan egy képviselőnek, nem csak nekem, hiszen más képviselő is van ilyen helyzetben, egyensúlyozni kell a feladatok és lehetőségek között. Milyen fejlesztések, beruházások valósultak meg az utóbbi időben ebben a körzetben? Itt úgy gondolom, ugye én nem töltöttem ki egy teljes képviselői ciklust, hiszen ahogy mondtam, 2019-ben ezt a képviselői ciklust még Dobos László korábbi polgármester úr képviselőként kezdte el, és én 2020. szeptemberében az ismertokból vettem át a stafétát. Ezért én úgy gondolom, hogy amikor a fejlesztések, a körzetet érintő fejlesztéseket kell bemutatni, akkor az a korrekt, az a becsületes, hogyha nem dicsekszem más eredményeivel, hanem azokat a fejlesztéseket emelem ki, amelyek már akkor valósultak meg, amikor én töltöttem be a képviselői feladatkört, ami azt jelenti, hogy inkább a 2021-től megvalósult fejlesztésekre koncentrálnék. Nyilván, ahogy utaltam rá, a körzet sajátossága az, hogy rengeteg közintézmény található a körzetben. A teljesség igénye nélkül tényleg csak a nagyobbakat megemlítve, az én körzetemben helyezkedik el a Szent Erzsébet katolikus óvoda, a Györfi István katolikus általános iskola, a Györfi István Nagykun Néprajzi Múzeum, a Kovács Mihály általános iskola, a Varró István szakközépiskola technikum, az én körzetemben helyezkedik el még a Csokonai Júdi óvoda is, és tényleg csak ugye a nagyobbakat említve. Ez azt jelenti, hogy amikor képviselő lettem, akkor már ugye évek óta tapasztaltuk azt a jelenséget, hogy ugrásszerűen borzasztó mértékben nő a városban a gépjárművek száma, és ez a közintézmények megközelíthetőségét, különösen ilyen frekventált időszakokban, mint a reggeli vagy a délutáni órák, erőteljesen korlátozta. Ezért például 2021-től kezdve nyilvánvalóan a testület támogatásával és polgármester úr jóváhagyásával egy nagyon jelentős parkolóépítésbe kezdtünk, hogy megkönnyítsük ezen közintézmények megközelíthetőségét, elérhetőségét. Istennek hála, ez egyébként ezek jó minőségű, tehát burkolt, aszfaltozott, felfestett, tényleg komfortos parkolóhelyek, és ugye parkoló kialakítására került sor például a Széchenyi Sugárúton a katolikus templom előtt, a múzeum háta mögött a Györfi István katolikus általános iskola előtt, a Kálvin úton a Kovács Mihály általános iskola előtt, szintén új parkoló kialakítása került sor a Püspökladányi úton az önkormányzat háta mögött, ugye árokfedéssel egybekötve, parkoló alakítására került sor a Varró utcán, és óriási parkolóterületet alakítunk ki a Forint utca elején, ami pedig ugye a Varró István intézmény, oktatási intézménynek a megközelíthetőségét tette egyszerűbbé, vagy a parkolást tette egyszerűbbé. Természetesen nem csak parkolókat építettünk, hanem ugye pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mint minden körzetben ugye a járdahálózat és a közúthálózat felújításra szorul. Nyilván itt az anyagi lehetőségek korlátozzák azt, hogy egy adott évben hány járda, hány közút megújítására van lehetőség, de 2021 óta teljes utcahosszában felújításra került a Kisantal utcán a járdahálózat, teljes utcahosszában felújításra került a Kálmán utcán a járdahálózat, éppen most van folyamatban a Széchenyi István sugárúton a járdahálózat, vagy a járda szakasz felújítás, teljesen új közútburkolatot kapott a Madarász Imre utca, Széchenyi Sugárút és Kisújszállási út közötti szakasza, felújításra került az Ady Endre utca eleje a Bikás házak előtt és egészen az orvosi rendelőig, most pedig ugye már nem olyan nagy titok, hogy ugye mivel az ősszel télen zajlott nagy beruházás részlegesen tönkretette az Ady Endre utca végét, ezért újra kell burkolni, újra kell aszfaltozni az Ady Endre utca végét is, tehát ott is felújításra fog sor kerülni. Aztán ugye szerintem az is jelentős eredmény, hogy bővült 2021 után a karcegi kerékpárút hálózat. Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a Széchenyi Sugárúton egy teljesen új kerékpárút alakult ki, ami részben az én körzetemet érinti. Megújult az a egyébként nagyon nagy forgalmat lebonyolító, de már nagyon tönkrement régi kerékpárút, ami a Kisújszállási úton van. Most már egy nagyon jó minőségű aszfaltcsík húzódik rajta, tehát öröm rajta tekerni. Megoldottuk a posta melletti parkolás kérdését, úgyhogy a szabálytalan volt a parkolás és balesetveszélyes, oda egy biciklitározót alakítottunk ki, akkor tulajdonképpen arra is büszkék lehetünk, hogy a körzetben új oktatási intézmény nyílt meg, ugye a Püspökladányi úton megnyílt, és tényleg nagyon szép állapotban működik a Szent Erzsébet katolikus óvoda,
az egész városban, így az én körzetemben is megújult a közvilágítás, ami most már ilyen kisebb fogyasztású modern, egyébként erős fényű LED panelekre van cserélve, ami éjszaka teszi biztonságosabbá egyébként a közúti közlekedést. Tehát tényleg rengeteg fejlesztés valósul meg, bár hozzáteszem, nyilván nyitott szemmel járunk, tehát azt is látjuk, hogy van még teendő. Ez a mindenkori költségvetés, a mindenkori anyagi lehetőségek tükrében zajlik. Bízom benne, hogy a jövőben ezt a fejlesztő tendenciát folytatni tudjuk. Tegyünk említést arról, hogy hol találhatóak a szavazókörök ebben a körzetben. Igen, itt viszont változás van. Tehát ugye, akik rutinból akarnak menni szavazni, azoknál érdemes odafigyelni, bár egyébként már kiküldésre kerültek a választási értesítők a egyes választópolgárokhoz, hiszen az egyik körzetemet érintő választókör, szavazókör változatlan, ugye a Györf István Nagykun Néprajzi Múzeum az változatlanul működik, azonban korábban a Püspökladányi úton az értelmi fogyatékosok napközi otthona, az Énó, ugye közismert nevén az Énó épülete adta a másik szavazókört, amely viszont állagában annyira leromlott, hogy ezt az épületet majd le kell bontani a városnak, már le is van zárva egyébként. Emiatt a szavazókör, bár földrajzilag nagyon közel, de a Püspökladányi út túloldalán a Szent Erzsébet katolikus óvodában lesz kialakítva a helyi választási iroda döntése alapján, tehát nyilván erről a HVI-nek van jogköre dönteni. Mind a két szavazókör úgy gondolom, hogy megfelel minden szempontból az igényeknek, hiszen akár a mozgásukban korlátozottak, akár nehogy is a mozgássérültek számára is megközelíthetővé és használhatóvá teszi, illetve mind a kettő szavazókör komfortos, tehát úgy gondolom, hogy a választásra tökéletesen alkalmas és funkcionálisan megfelelő. Újbóli megválasztása esetén milyen elképzelései vannak a körzetben képviselőként? Igen, ez egy nagyon komplex kérdés azért, mert ahogy már korábban is említettem, én nyitott szemmel járok a városban, van szemem, látok, és van meggyőződésem arról is, hogy nagyon sok minden feladat vár még előttünk. Tehát Karcagnak fejlődnie kell, éppen ezért például jól látható, hogy nagyon sok helyen a járdák felújításra, újra aszfaltozásra szorulnak. Nagyon sok helyen a közutaknál az, hogy kátyúzunk, az csak egy szépségtapasz, de egyébként teljesen új útburkolatot igényelne nagyon sok utcának, útnak a burkolata. Ez nyilván mindig költségvetési kérdés. Elképesztően drágák lettek az építkezési költségek, tehát a város nem teheti meg, hogy minden évben utcák tucatjait újítja fel, de törekednem kell arra, ahogy eddig is fel tudtam mutatni ilyen eredményeket, hogy a választókörzetemben is új utak, új járdák úgy újjanak meg, ahogy például ugye a Püspökladányi út végén a Agrosprint kerítése mentén is ugye új járdaszakasz került kialakításra, ugye a helyiek igényei szerint, tehát oda kell mindig figyelni a helyiek igényére. Illetve én tanárként azért próbálom ezt a tanári mentalitásomat, tanári meggyőződésemet beépíteni, ahogy eddig is tettem a képviselői munkámban. Ez azt jelenti, hogy én azért próbálok az Oktatási Bizottság élén az ifjúságpolitika ura lenni, és az ifjúságpolitika terén ugye éppen annak a karcagi generációnak, korcsoportnak a lehetőségeit elősegíteni, párt fogolni, akik a legjobban támogatásra szorulnak, ezek a fiatalok, vagy az egyik legjobban támogatásra szorulnak ugye ezek a fiatalok, hiszen például az Oktatási Bizottság ugye fél évről fél évre városi ösztöndíjat ad ki. Az elmúlt időszakban szerintem nagy eredmény az, hogy az OKSB-ben elnökségem alatt nyilván a bizottság jóváhagyásával és támogatásával lehetővé tettük, hogy nagyobb létszámú diák és hallgatói közösség tudjon városi ösztöndíjban részesülni, nem csak a igénylettek körét tudtuk növelni, ugye a kritériumok átalakításával, hanem a kritériumok átalakításával közel megdupláztuk a megpályázható támogatás mértékét, ugye ma már egy 50 ezer forintos keretösszegig pályázhat fél évről fél évre egy karcagi születésű, karcagi illetőségű egyetemi hallgató vagy középiskolai diák, hogyha megfelel a kritériumoknak. Nyilván ezen még lehet csiszolni, ezt még mindig aktualizálni kell, és úgy gondolom, hogy szintén célkitűzésként tűzhetem ki, természetesen amennyiben a választók újra választanak, hogy célzottan a fiatalok számára olyan szociális lakásprogramot kellene indítani, nevezzük ezt mondjuk kreatívan fecskelakásnak, amely megkönnyíti az ő takarékoskodásukat, spórolásukat egy későbbi saját otthon megteremtésére, tehát dedikáltan a fiataloknak célzott szociális bérlakásprogramra is szükség van Karcagon, hiszen helyben kell tartani a fiataljainkat.
és egy ilyen lehetőség például egy nagy rendkívül olcsó, de egyébként komfortos, szociális lakás, ahol tudnak takarékoskodni a fiatalok, az bizony helyben tudja, vagy részben helyben tudja tartani a fiataljainkat. Alapvetően az új ciklusban, amennyiben lehetőséget kapok, akkor ezekre kívánok koncentrálni. Hogyan látja, miért lenne fontos a városnak, hogy továbbra is a jelenlegi polgármester töltse be az új ciklusban is a polgármesteri tisztséget? Bár Szepesi Tibor polgármester úr ugye polgármestersége előtt már városi képviselőként dolgozott, de tulajdonképpen amikor én bekerültem a testületbe, akkor vált polgármester úr polgármesterré, hogy önmagamat ismételjem, és én ekkor ismerhettem meg a munkáját, és én Szepesi Tibor kapcsán egy rendkívüli munkabírású, szorgalmas, a végletekig a városért rajongó, a város szerető embert ismertem meg, aki ráadásul nagyon rugalmas gondolkodással rendelkezik, nagyon-nagyon jellemzi a probléma megoldókészség, és elképesztően jó a kapcsolati hálója is, ami egyébként meghatározó egy polgármester esetében, és nagyon sokat köszönhet ez a város Szepesi Tibornak. Na, számos olyan fejlesztés valósulhatott meg, ami az ő rendkívüli munkabírásának tudható be, vagy legalábbis részben ennek tudható be. Magyarán én polgármester urat egy ilyen menedzser szemléletű polgármesterként értékelném. Egy menedzser szemléletű polgármesternek természetesen szüksége van egy hasonló gondolkodású, innovatív képviselőtestületre, de megfordítva a gondolatot, egy ilyen képviselőtestület sem tudna ennyi fejlesztést megvalósítani, ha nincs egy ilyen menedzser szemléletű polgármester. Magyarán én úgy látom, hogy azért van szükség egy ilyen polgármesterre, egy ilyen nagy munkabírású, kreatív polgármesterre, mert ő egy csapattagja. Egy csapat képes ugye Karszakváros fejlődését elősegíteni, és polgármester úr koordinálja, irányítja ezt a csapatot. Úgy gondolom, hogy a város lakói is érzik, hogy mennyi fejlődés, mennyi beruházás, mennyi innováció történt az elmúlt időszakban Karcagon, hiszen felsorolni is nehéz lenne, hogy a város teljes területén mennyi gazdasági, infrastruktúrális, kulturális beruházás történt, amennyiben a város lakossága ezt kívánja látni a jövőben is, és a fejlesztések kifutásának hasznát is át akarja élni, akkor én úgy gondolom, hogy szükséges polgármester úr, és szükséges a polgármester úrhoz tartozó kör, tehát ugye a jelenlegi képviselőjelölteknek a támogatása, úgyhogy én ezért kérem a tisztelt választópolgárok támogatását, mert Karcagnak fejlődnie kell. Köszönöm a beszélgetést, munkájához további sok sikert kívánok. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, a viszontlátásra.